Három mérkőzése is sor került szombaton délután a Gellér Sándor sportcsarnokban. A két fiú csapat egyaránt a Nyírbátor alakulatait fogadta, míg a lányok a KK Hajdúszoboszlóval meccseltek. A serdülő fiúk egy végig kiélezett csatát buktak el az utolsó pillanatokban egy góllal, amivel a vendég bátoriak megszerezték idei első győzelmüket. Ezt követően a most látható ifi meccs egy igazi rangadónak indult, hiszen a kékmezes vendégek és a sárgában játszó kóti alakulat egyaránt 4 győzelemmel és 2 vereséggel állt a tabella 5. illetve 6. helyén. Ennek megfelelően alakult az első játékrész, amely végig szoros volt. A félidei 13-12-es vendég előnyt követően azonban megrázták magukat a mieink, s egy 6-1-es sorozattal demoralizálták a kékeket. Különösen az irányító Berez Dénes, valamint a kapuban Sárándi Marci volt elemében. Utóbbi több hetes, valamint zicser hárításával bizonytalanította el teljesen az ellenfelet. Így ekkor már kérdés sem férhetett a győztes kilétéhez, a második félidő 17-9 lett ide, így összességében 29-22-es ladányi győzelem született, amivel a PKE megszilárdította a helyét az élmezőnyben. A kézilabda délután harmadik felvonását a megyei női bajnokság két utolsó helyezettje, a kékmezes KK Hajdúszoboszló és a PKE vívta. A két csapat egyszer már találkozott egymással az idei sorozatban, s akkor 2 gólos szoboszlói siker született. A visszavágás reménye azonban csupán az első néhány percben éltethette a mieinket. A vendégek ugyanis hamar dőlőre vitték a 2 pont sorsát, s tulajdonképpen még egy szoros eredmény elérésére sem volt esély. Az első félidőt 13-7-re, míg a másodikat 11-8-ra nyerték a kékek, ami a végére 24-15-ös szoboszlói győzelmet eredményezett. Ezzel a PKE továbbra is sereghajtó és pont nélküli a bajnokságban.